Hát szerintem elég sok pasiba megfordul ez, hogy milyen tökös dolog, hogy lesz egy kis saját szőlőm. Aztán egy ripszilopszín azon vette egész magamat, hogy ez a kis szőlő, ez ott is egy hektár. És hogy ez jó értelemben lehet ezt hobbiként üzemeltetni, de ha jót akarsz csinálni, én azt gondolom, ezt profin kell csinálni. Úgyhogy akkor utána vettünk egy új lendületet, és azt mondtuk, hogy oké, akkor ezt ebbe kőkeményebben állunk, keresünk egy nagyon tehetséges ifjú borászt, elkezdünk brandet építeni, megcsináljuk az összes házi feladatot, hogy nézzen ki egy címke, hogy mi legyen az üzenet, és mi több ennek valószínűleg betetőzése lesz majd ez az épület, amit építünk. Tehát, hogy abban is valami újat szeretnénk adni. Ki van ez elég jól? Talán legalábbis úgy néz ki, és én látom a profot, aki ezt tervezte, hogy ő már itt a következő 2.0-ája, a karrierre 2.0-ját itt tervezi, hogy mindenféle ilyen hozzáhasonló szűrű elvakult embereket fog majd ide hozni, és akkor méricskélnek, meg kiszámolnak. Szerintem meg ebben a szakmában pont ez a szépsége, hogy itt sosincs megállás, meg nem lehet azt mondani egy borrégióra, hogy egy ember, vagy kettő, vagy három. Most tényleg nem oda és vissza, meg pro és kontra, hanem úgy általában is, hogy minél színesebb ez a történet, annál jobb. Főleg, mert hogy ez nekünk jó, fogyasztóknak egyrészt, meg a szakmának is, hogy nem áll be egy típus, hogy ja, villány, akkor ez az. Hát nem. Tehát, hogy sokkal több, meg más, meg színes.